Sziasztok, Nejó 12 vagyok. A második Morfeló emlékverseny harmadik kihívásának győztes csatáját láthatjátok. A három mesterlövész szerepében Stronkodin, Hunziger 69, illetve Kidraó 134. Odin egy IS-7-essel, Zige az AMX 50B-be, Kidraó pedig a T57-es Heavy-vel. A térképünk pedig Karélia. El is indítom a csatát. Strong Odin szemszögéből nézzük végig a mérkőzést, de azért majd kirakom ilyen külsőbe, hogy lássuk, hogy a két szakasztás is hogyan, illetve miképpen harcol, valamint hogy milyen pozíciót fognak. Ugye az IS-7-es nagyon kemény, a másik kettő pedig táras, tehát egy tár, egy tank akcióval próbálkoznak majd, gondolom. Ugye az volt a feladat a kihívásnál, hogy egy három szakasz a lehető legtöbb killt kövessel egy csatába. A jutalom pedig 6-os szintű prémium tankok. Mindenki kapott belőle egyet. Hát ez lepattant, vagy hát valóban tornyot érte és ott nem ütötte át. Pontosabban szerintem valami ilyesmit mondhattak. 554. Közben itt hallottunk egy ilyen csörtögés, csattogást. Kidraót letrekkelték, de nagyon gyorsan javított, és már oson is tovább, ráadásul a sziklák ugye védelmet nyújtanak, Arti pedig nincs, aki felülről belerondítson a csatába. 750, az ISU 152-es valahol fent. És az sikerült páncélálta blokkolni, lővét felderítette, ez bizony ment a lecsóba, bár nem nagyon értem, hogy nem sikerült eltalálni a T-34-et, de azért ugye vannak ilyenek. Az ISU ismét lőtt, de most már felderítődött. Nézzük a többieket, hogy hol helyezkednek, ugye? Egy-egy szikla, egy-egy táras tank. Odint közben lövik rendesen, magára vonja a figyelmet. A többiek pedig tároznak, majd pedig kitároznak. Az AMX 50B már a második fregjét gyűjtötte be. Azt gondolom, hogy itt még nem hitték, hogy ebből győztes kör lesz. Már úgy értem, hogy az emlékverseny egyik győztes köre lesz majd. Ugye úgy néz ki, hogy a 8-asok jöttek ezen a nullás soron még a másik oldalon, amit mondjuk a 8-asok, illetve 9-esek védenek, azon pedig mentek a titkesek az ellenfél részéről. Raúlnak is megszületett az első frege. Van egy lőve. A lőve nagyon ügyesen helyezte a lövését, és sikerült Odin megsebeznie. Jelen pillanatban 5 frag tulajdonosa a szakasz. Most nagyon jól érezték, hogy fölülről jönni fognak. 478-at kapott a Panther 8.8-as. Raúl pedig éppen tölt, és azért nem tud besegíteni, illetve valamennyit bontani a Panther 8.8-asból. Ugye a túloldal az elbukott, a Tortuz még védi a pozícióját, illetve a Jak Panther pedig a bázist, az M103-as pedig úgy néz ki, hogy visszaindult a bázis irányába. A T-54-es Panther 2-es elment az ellenfél bázisára, ott ugye felderítették a Tortuszt. ISU T-30-as, illetve az IS-7-es lőtt ide eredménytelenül. A T-57-es Heavy-ing megsemmisítette a Tortuszt. Ott jön egy IS-7-es. Hát
Hát azt mondja, hogy nem sikeredett, de igazából egy kritikus találat. Valóban a track részre valószínű. De ilyen messziről még a játék sem tudta, hogy mit is talált el Odin. Jó ez a felső pozíció, csak a lent lévő ellenfél ugye fel tudja őket deríteni, akkor a túldalról az IS-7-es van például, vagy a T-30-as nagyon könnyedén ide lehet lőni, még ugye a VZ-111-1-4-es ellenfél pedig valami gödörbe van lent, és őre nem lehet rálátni egyáltalán. Egy nagyon jó pozíciót vesznek egyébként, Odin fennmarad, az AMX-50B elbújik a szikla mögött, még a T-57-esre pedig kikandikálnak az útra, hiszen várható, hogy a bázis környékén felbukkanó tankok, az IS-7-es például meg fog itt jelenni, de nem ő jött. És mit van, felszpotolták őket. Tehát megint meg van világítva, bár szerintem most itt Odinon kívül más nem látnak, ő pedig fedezi magát a sziklával. Ugye a Panther már a bázis irányába mozog, illetve megjelent Raúl szeme előtt az AMX 50B, illetve az IS-7-es, tehát a hármas szakasz. És mire fedezéket keresett volna az ellenfél, AMX 50 addigra már meg is semmisítették. Ugye nem tudták, hogy Hunzige 69 itt van, fönt, és meglepedésként érte őket, hogy kiszedte őket. Sikerült kigyújtani Odint, szerencsére az automata tűzoltó tette a dolgát. A kisebb HP-s IS-7 megsemmisült, ezt meg is kell csinálni, hiszen egy HP-val is ugyanakkor át lehet lőni, mint ha megvan az összes. Szintén egy kritikus. Az AMX-50B pedig kiprovokálta, hogy ellője magát az IS-7-es. Viszont így félszemmel láthattuk, hogy kapott még egy jó nagy fülest, amit valószínűleg az ISU 152-es osztott ki neki, hiszen ő pedig valahol a bázis környékén, hát körülbelül ott ténykedhet, mondjuk. És itt előttünk egy Jedi a Guardban. Második frag, amit Odin behúzott. Kidraúnak sikerült az isút kiszedni, de sajnos a T-30-as varázsba küldte, azért előtte már meglőtte az isú is, és így nem túl sok HP-ja maradt, és az pedig a T-30-as egyetlen lőréssel leütötte róla. Jelenleg ugye 11 frag boldog tulajdonosai. T-30-as, még full HP, most már nem hiszem, bontott belőle az M103-as egy keveset. A kitüntetés véget mindenféleképpen kellene ez a frega szakasznak. Kérik is, hogy hagyja meg nekik ezt. Az AMX-50B-vel fogtak egy jó pozíciót, ahol rá lehet látni a T-30-asra. Sikerült is meglőni. 400-at utána lőtt az M103-as, de Odiné lett a frag, ugye ő fejezte be. 407-et sikerült belélőnie. Na hát ennyi volt a győztes kör, és akkor most nézzük meg, hogy egyenként ki mit is kapott ezért. Akkor nézzük először Odint. Ő kapott egy másodosztályt, kritikus együttműködés acélfal, illetve egy szárnysegéd. 4973 volt a kiosztott sebzés, 3 volt a frag, illetve 5350 volt a nem átütő találatok összessége. Nézzük a T-57-es Heavy-t, ugye Kidraú 134, másodosztály, kritikus együttműködés, 4782 sebzés, 4 frag. És akkor nézzük az AMX-50B-t, Hunzige 69. Egy másodosztály kapott, illetve ő is megkapta a kritikus együttműködést. 4440 volt a sebzés, illetve 5 volt a frag, amit hozzátett a csatához.
Összességében 12 frag, illetve 14.195 sebzés, amit kiosztott a szakasz. A nyereményükhöz gratulálok, köszönöm, hogy részt vettek ezen a versenyen, illetve köszönöm, hogy elkészítettem a videójukat, nektek köszönöm a figyelmet, na jó, 12 vagyok, további szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, szervusztok!